Nem az én asztalom, ennél rosszabb válasz nincs, nem csak az állami közgatásban, illetve az életben sem. Ezek a konferenciák, amik most elindulnak, és tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik részt vesznek azokon a regionális konferenciákon, amelyek az állami reformprogram keretében arról beszélnek, hogy hogyan is lehet együttműködni különböző szakpolitikáknak. Tehát ezeken a területeken azt mondani, hogy nem az én asztalom, ez a legrosszabb válasz. Hiszen pontosan az lenne a lényeg, hogy amikor társadalmi fölzárkózásról beszélünk, akkor ne legyen külön oktatáspolitika, ne legyen külön foglalkoztatáspolitika, ne legyen külön szociálpolitika, ne legyen külön kultúrpolitika, hanem mindezt úgy fésüljük össze, hogy az egyik terület segítse a másikat. Az állami igazgatásban valóban nem az én asztalom, odébb tolni egy íróasztallal az aktát, az egy bevett mentalitás. Én bízom benne, hogy ez a mi kormányzásunk alatt valamit már változott. A felzárkózás politikában egészen biztos. Éppen azért vállaltam én annak idején miniszterként az Emberi Erőforrások Minisztériumának a vezetését, mert hogy hiszek ebben a szinergiába, hiszek, ahogy is szokták ezt szakmailag mondani, a horizontális politizálásban, horizontális politikában, a mainstream politikában, ami azt jelenti, hogy ha van egy speciális ügyünk, ez a szegény, lecsúszott, kiszorult, hátrányos helyzetű embereknek, halmozottan hátrányos embereknek az ügye, akkor ezt a speciális ügyet, ezt el kell helyezni, mint valami kis növényt bele kell plántálni azokban a nagy virágágyásokba, vagy éppen zöldséges ágyásokba, amik a nagy állami ellátórendszerek politikáját jelentik, tehát az iskolát, az egészségügyet, a szociális ellátórendszert, a munkaerőpiacot, egyáltalán a munkának a világát. A konferenciák azt a célt szolgálják, hogy civilek, egyházi emberek, szakértők, szakpolitikusok, az államnak a képviselői, a különböző önkormányzatok képviselői szót értsenek arról, hogy hogyan is lehet így együttműködni. Úgy együttműködni, hogy egy egységes politika legyen, amiben mindenki elvégzi a saját maga feladatát, és hogyha így együtt meg tudjuk támadni a szegénységet, egy pontra koncentrálva a legkülönbözőbb irányokból, akkor valóban áttörést tudjunk elérni, hiszen az elmúlt éveknek az egyik legszomorú tapasztalata az, hogy iszonyatos sok erős feszítés volt, még talán pénz is volt erre, még talán politikai akarat is volt erre, és mégse sikerült. A hátrányos helyzetű embereknek a helyzete nem javult, hanem romlott, miközben pedig nagyon sokat dolgoztak azok, akik elkötelezett emberek. Az új lépés előre az, hogy a kormányzati szándékot tekintve és a helyi igényeket tekintve megvalósuljon az együttműködés, megvalósuljon az áttörést, ezt szolgálják a képzéseink, ennek az egységes szemléletnek a kialakítását, ezt szolgálják ezek a konferenciák is. És nem véletlenül változtattuk meg a minisztériumnak a nevét nemzeti erőforrásról emberi erőforrásra, mert úgy gondolok, hogy mindez az emberben, az embernek a helyzetében koncentrálódik, hiszen az ember az nem csak munkavállaló, az ember az nem csak beteg vagy egészséges, az ember az nem csak segélyre szorult, vagy éppen munkanélküli, nem csak egyszerűen valamifajta képzési igénye van, vagy mi szeretnénk, ha ő képezné magát, hanem ember így egészben. És ha nem vagyunk képesek együtt látni az embert, meg az emberi közösséget az összes igényében, akkor nem is vagyunk képesek egy ilyen egységes politikai akaratot és egy politikai gyakorlatot meghonosítani. Nem véletlenül hívják ennek a konferenciának a hívószava a tettek, mert hogy valóban rengeteg tanulmányt írtunk már mindenről, most már eljutottunk odáig, hogy ennek a tettekben is meg kell mutatkozni. Bízom benne, hogy azok, akik tesznek helyi szinten, konkrét emberekkel foglalkozva, törődve a felzárkózás ügyéért, értik ezt a közös üzenetet, és meg is fogják valósítani. Mind a tanácskozáshoz, mindehhez sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak, és üdvözlöm, most megpróbálom felsorolni mind a hat helyszínet, üdvözlöm Önöket Nyíregyházán, Miskolcon, Kaposváron, Salgótarjánban, Zalaegerszegen, és a hatodik helyszín az pedig hol is van? Egerben. Úgyhogy érezzék jól magukat, és dolgozzanak jól együtt.